Sziasztok! A mai öltözőm videóban ismét 5 olyan összeállítást hoztam el nektek, amelyet én aktuálisan nagyon szeretek, és amelyről úgy gondolom, hogy számotokra is inspiráló lehet. Hogyha az előző videót nem láttátok, akkor ide kattintva megtehetitek, és hát kezdjük is el! Íme az első összeállítás, amelyet most az inspirált, hogy az elmúlt napokban azért egy kicsit hűvöskés volt az idő. Még mindig maradok azon a bőzsben, amit az előző videóban említettem nektek. A paperbag nadrágok már sok szezon óta nagyon nagy reneszánszokat élik, és ez még a következő szezonokban is így lesz. Igazából én nagyon-nagyon szeretem ezt a nadrág típust, ugyanis nagyon kényelmes, nekem sokkal kényelmesebb, mint egy farmer, ezért szívesebben is viselem. Ez egy ilyen nagyon-nagyon lenge nyári anyag, de a színe miatt majd össze is fogom tudni hasznosítani. Ehhez a már ezerszer látott vencem és egy teljesen egyszerű fekete crop top, és hát igazából ennek az egész összeállításnak a megkoronázása az az ingem. Az egy nagyon-nagyon túlméretezett ingek, most nagyon-nagyon trendy, és elég sokszínűen felhasználhatóak, ugyanis hogyha szeretném, akkor mondjuk ezt az inget összegombolva, vagy összepatentolva, egy övvel ruhaként is tudnám használni, illetve ha nem lyukacsos lenne, vagy nem lyukacsos darabot választottak, akkor ősszel kvázi ilyen kabát szerepként is lehet hasznosítani, mondjuk egy kulcsra, úgyhogy ez egy elég multifunkcionális darab. Egyébként összességében ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kényelmes rohangáló szett nekem, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen hosszabb napom, amikor fontos az, hogy tényleg nagyon kényelmes legyen, akkor mondjuk kb. Így öltözöm fel, és hát ennyi, jöhet a következő. A második összeállítás az első szöges ellentéte, viszont a kényelmes laza vonal mellett ez a csinos, nagyon-nagyon nőies irány is abszolút jellemző rám, tény, hogy kevesebb százalékban, de attól függetlenül jellemző. Hát a ruha önmagában is egy létező dolog, a blazer most csak azért vettem fel hozzá, mert hogyha valami esti program van, akkor ez szerintem már így szükséges. Alapvetően nem vagyok se a fodros dolgok, se az aszimmetrikus dolgoknak a híve, viszont mivel ez egy nagyon-nagyon egyenes szabású ruha, ezért az, hogy az alján van egy ilyen fodor, aszimmetrikus fodor csík, az szerintem iszonyatosan feldobja, és nekem valószínűleg ettől tetszik. Nagyon egyébként a középhosszú ruhák most abszolút nagyobb mennek, úgyhogy egy tök jó választás, meg most, hogyha esetleg alacsonyabb lányról van szó, hogyha viszont zavart titeket, hogy alacsonyak vagytok és hosszúnak találjátok a ruhát, akkor ezt egy magas sarkú szandállal vagy cipővel kiválóan lehet egyensúlyozni. Ez egyébként egy kötős ruha volt eredetileg, de én ezeket a kötős dolgokat szeretem övre cserélni. Hát igen, ennyit a ruháról, és az egészet pedig egy gyönyörű szép piros blazerrel dobtam fel, vagy tettem tényleg extrával, viszont ezt a ruhát abszolút el tudom képzelni mondjuk vanszal is, és farmer kabáttal, tehát hogyha nem vagytok az ennyire női és vonalnak a hívei, akkor is lehet holdani egy ilyen csinosabb darabot, de ez nekem most egy ilyen nagyon romantikus randira, színházba járós összeállítás lett. A negyedik összeállítás a fesztivál szezon egyében született, ugyanis a nyár egyetlen a fesztiválokkal. Bár olyankor sem szoktam megőrülni, és mindenféle csillogó, meg színes, meg mindenféle meleg dolgokat magamra aggatni, viszont a bakancsokat és a csizmákat nagyon szeretem, és ezt a rajongásomat nyáron a fesztiváltól szoktam kielni. És tudom, hogy mindenre ezt mondom, de az overallokat is nagyon-nagyon szeretem, ugyanis nem igényelnek sok gondolkodást, kb. Így felveszed, és biztosan jól néz ki, és már mehetsz is, úgyhogy elég sok overall van otthon, vésztartalékban, azokra a napokra, amikor nincsen kedvem kitalálni semmit, és egyébként egy fesztiválra szerintem abszolút megállja a helyét. Egyébként az állatminták voltak szerintem ennek a szezonnak a legnagyobb durranásai, vagy hát ezt nevezem hogy annak, és a következő szezonban is meg ki fog tartani, úgyhogy most a leértékelésen rengetegféle állatmintás dolgot lehet kapni, és szerintem célszerű beszerezni ezeket, ugyanis szeptembertől ugyanúgy divatosak lesznek. Ez az operális kötős volt eredetileg, de azt szintén lecseréltem az előzőhöz hasonlóan, és egy bőrövvel dobtam fel, ez egy kicsit szerintem így extra lett az egész közkép, és egy fehér táskát választottam hozzá, ami még nem túl fesztivál kompatibilis, tehát valószínűleg azért ennél egy kicsit funkcionálisabb darabot választanék, de ez így szerintem tökéletesen megállja a helyét, úgyhogy egy Sziget fesztiválra jó inspiráció lehet. A negyedik összeállítás az Fumelzoki kantáros ruhány, egyébként a kantáros darab nagyon-nagyon divatosak, úgyhogy egy alapdarabnak számít egy ruhatárban. Egyébként én eddig az évig nem találtam meg az igazi kiválasztott darabot.
de ez most teljes mértékben elnyerte a tetszésem. Ahogy látjátok, eldolgozottam az alja, tehát ezt még lehet egy kicsit vagdósni, egy kicsit lejjebb fogom vágni, mert ez nekem még hosszú. Teljesen egyszerű fejjel kroptokkal kombináltam, illetve már sokat látott menszág, és az előbb bemutatott táskával, úgyhogy ez egy ilyen teljesen egyszerű, laza, rohangálós, de mégis nem aranyos összeállítás. Az ötödik egyben utolsó összeállítás egy kék farmászok, egy fehér ingel. A fehér ingel nagy meglepetésetekre az egyik kedvenceim, ugyanis nagyon-nagyon jól kombinálhatóak. Egy szakadt farmától elkezdve a nagyon elegáns szoknyás vonalig mindennel működnek az év minden szakában. Hozzá pedig egy nude szandált választottam, bár alapvetően nem vagyok nagyon szandálos, ez abszolút szerelem nálam. Hogyha alacsonyabbak vagytok, akkor egy bőrszínetekkel nagyjából megegyező cipő az optikailag egy picit múlt rajtatok. És nálam például abszolút a bokánál a kötős megoldások működnek, de ez egyébként lábformától függ, tehát ezt mindenkinek magának kell kitapasztalnia. Hozzá pedig egy Petrucci táskát választottam, szintén egy ilyen nagyon klasszikus vonalvezetés, úgyhogy ezzel az egész szettem szerintem egy ilyen nagyon letisztult, ám azért így az elegáns vonal felé hajazó, viszont a farmászoknya miatt mégis egy ilyen laza összképet ad. Ez lett volna az az öt összeállítás, amit ebben a hónapban szerettem volna bemutatni nektek. Remélem, hogy inspiráló volt számotokra. Minden szettnek a részleteit az infoboxon meg fogjátok találni, hogyha bármi kérdésetek van, akkor pedig tegyétek fel nyugodtan. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!